Az elmúlt időszakban, és ezt a mai napon is tapasztaltam, hogy gyakorlatilag a jelenlegi polgármester, Karácsony Gergely mindent elkövet azért, hogy tönkretegye Budapest közlekedését, hiszen a Lánchíd felújítással kapcsolatban is azt gondoljuk, hogy mérlegelni kellett volna azt, hogyha az ember például ide akar jönni a Clark Ádám térre, akkor körbe kell menni az egész városon, teljesen fölösleges dugókat okozva, teljesen feleslegesen dugókban állva, tovább szennyezve Budapest levegőjét. Nem ezek a megoldások, mint ahogy nem az a megoldás, hogy elvesszük az autósoktól a sávot, és felfestjük rá, hogy mostantól, mai naptól kezdve az kerékpár sáv. Vannak erre nagyon jó példák a világ más országaiban, akár mondjuk Bécsben nem kell nagyon messzire menni, Ausztria fővárosát meg kell nézni, hogy ott milyen normálisan meg lehetett oldani azt, hogy autóval is lehet közlekedni a városban, és kerékpárral is lehet biztonságosan közlekedni. De hát hozhatnám a saját példámat is, hogy egy Budapestnél sokkal kisebb és sokkal szegényebb településen, mint Ásotthalmon, körülbelül 30-35 kilométer kerékpárutat tudtunk építeni polgármesterségem alatt. Meg tudtuk ott oldani azt, hogy a kerékpárosoknak biztonságos úthálózata legyen. Én nem hiszem el, hogy Budapesten ilyen költségvetéssel egy ekkora városban nem lehetne ezt megoldani, mint ahogy azt sem látjuk, hogy mélygarázsok építésének akár csak szándékával szeretne valamilyen innovatív megoldást találni a jelenlegi főpolgármester a közlekedési problémákra. Tehát ezt a fajta autós ellenességet, ezt mindenféleképpen elutasítjuk, mint ahogy az is tény, hogy nem lehet mindenkit arra kényszeríteni, hogy kerékpárral közlekedjen. Én most például meglehetősen furán néznék itt ki, hogyha kerékpárra jöttem volna végig, ugye Ásotthalomról Budapesten keresztül, mondjuk Ásotthalom szélén egy kerékpárra átszálltam volna, így öltönyben, most mire ideértem volna, a nyári melegben elég furán néznék ki. Tehát ez nem biztos, hogy most ebben a helyzetben megoldható, de nem rólam van szó, hanem például a nagycsaládosokra kell gondolni, gyerekekkel is nem biztos, hogy meg lehet oldani kerékpárral, a fuvarosokra kell gondolni, akik a munkavégzésükhöz nélkülözhetetlen eszközként használják az autót, és nem csak a taxisok, de a taxisoknak is természetesen közlekedni kell. Nem lehet egyszerűen mindenkit kerékpárra kényszeríteni, olyan város a világon nincsen, ahol minden ottani ember, minden odalátogató turista csak kerékpáron közlekedik. De ez csak egyetlen egy olyan téma Budapesttel kapcsolatban, talán a leglátványosabb, talán a legirritálóbb probléma, amelyet kiemeltem, de nem szeretném elvenni a szót a mellettem álló úriembertől, majd ő elmondja Budapesttel kapcsolatos programunkat. Én pusztán csak annyit szerettem volna mondani, hogy tarthatatlan az a helyzet, az az állapot, ami Budapesten van. Ráadásul ez nem csak Karácsony Gergely regnálása alatt indult meg, ez már jóval korábban, tehát a korábbi fideszes vezetés, akár Tarlós István, vagy akár Demszky Gábor munkásságát is említhetném, okozta azt, hogy itt évtizedek alatt eljutottunk oda, hogy Budapest leszakadt, és most már jelentősen lemaradt például Prága mögött. Budapestnek lényegesen jobbak mindenféle szempontból az adottságai, mint Prágának, és mégis Prága előzi jelenleg szinte minden szempontból Budapestet. Ez teljesen világosan, teljesen egyértelműen az eddigi vezetés és a jelenleg regnáló Karácsony Gergely felelőssége. Ezért számunkra nem kérdéses az, hogy mi is beszállunk ebbe a küzdelembe, tehát főpolgármester jelöltet állítunk. Pontosnak tartom azt is elmondani, hogy nem akarunk visszalépni senki javára, nem akarunk együttműködni a választások során senkivel, hanem nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy a jelenlegi kínálatból egyértelműen kimagaslik a mi jelöltünk, dr. Grunner András, akiről én előjáróban csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon régi harcostársunk, bajtársunk, tehát nem ma kezdte a politikát, ő majd elmondja, hogy milyen tisztségei voltak korábban. 51 éves jogász, dr. Grunner András, budapesti lakos, tehát mindenféle szempontból egy olyan szakmai jellegű vezetést kapna Budapest egy igazi budapestitől, amire Karácsony Gergely teljesen képtelen. Tehát az látszik Karácsony Gergellyel kapcsolatban, hogy nem csak Budapest vezetésére, hanem a saját, hogy mondjam, életvezetésére is alkalmatlan, gyakorlatilag egy életképtelen embernek tartom. Ezzel szemben dr. Grunner András egy olyan szakmai jellegű programot készített, ami már önmagában sokkal-sokkal komolyabb, mint amit jelenleg Budapesten látunk. Úgyhogy én tényleg akkor nem rabolom tovább az időt, és átadom a szót dr. Grunner Andrásnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm én is a média jelenlevő munkatársait. Annyival egészteném ki, elnök úr,
bemutatóját, hogy magammal kapcsolatban, hogy Budapesten születtem, születésem óta itt élek, ami egyébként szerintem elvárás lenne minden főpolgármester jelöltnél. 22 éve vagyok jogi pályán, politikába 2010-ben kapcsolódtam be, 8 évig voltam a Hegyvidéki Önkormányzat két különböző bizottságának a tagja. A Mi Hazánk mozgalomban az alapítás óta töltöm be a jogi kabinet vezetői tisztséget, tehát én irányítom a teljes jogi apparátust a pártunkban. 2022 óta vagyok a Nemzeti Választási Bizottság tagja, és nem mellékesen még annyit meg szeretnék egyezni, hogy minden tulajdonsággal rendelkezem, ami a Niedermüller félék számára rémületet kelt. Ennek a mai sajtótájékoztatónak a helyszínét és az időpontját nem véletlenül választottuk. A történelmi aktualitást az adja, hogy 337 évvel ezelőtt ezen a napon szabadították fel a nyugati keresztény seregek Szent Liga néven Budavárát, amint egy 140 évig tartó megszállás alól. Azt hiszem, a történelem ismétli önmagát. A városunk falai alatt ma is idegen hódítók állnak. Ezeket persze nem a török horda szervezi, hanem a nemzetközi globalista érdekcsoportok munkája eredménye, hogy ők itt vannak, és ebben nagy segítségükre van az Európa kontinens árulóinak a hadoszlopa, elsősorban a baloldal, így a magyar baloldal is. A magyar baloldal a migráns csoportokat bárhonnan jöjjenek, tárt karokkal fogadja. Úgy hallottuk, hogy most már a nemzeti kormányunk, vagy nemzetinek mondott kormányunk is kitalált egy új migrációs formulát, ez a vendégmigráns. Őket várják nagy szeretettel, hogy kielégítsék a multinacionális vállalatok végtelen, olcsó munkaerő igényét. A vendégmigráns abban különbözik a vendégmunkástól, hogy amíg a vendégmunkás valószínűleg hazamegy, a vendégmigráns az biztos, hogy velünk fog maradni. Az, hogy ez a folyamat megálljon, illetve hogy egyáltalán merre megy tovább, abban nagyon nagy a felelősségünk. Én úgy gondolom, hogy ez az invázió, ez nyugat felől kelet felé tart. London, Párizs, Brüsszel már elesett. München, Prága, Bécs az utolsókat rúgja. Következő célpont Budapest. Ha Budapest elesik, elesik az ország. Ugyanúgy, mint 1541-ben, amikor a törökök elfoglalták Budavárát. A várfoglalással az országunk három felé szakadt, és elvesztettük 150 évre az államiságunkat. Hogy miről is szól ez a gyakorlatban? Bárki, aki Nyugat-Európába ellátogat manapság egy nagyvárosba, láthatja, mint egy varázsgömbben, Budapest szégyenletes és szomorú jövőjét. Végtelen bűnözés, drogháborúk, no-go-zónák és a városokból menekülő lakosság. Mégis mit tehetünk ez ellen? Alapvetően két dolgot. Az egyik az, hogy elkergetjük olyan messzire a baloldalt a hatalomból, amennyire csak tudjuk. Így az önkormányzatokból is. A másik pedig, hogy pont az ellenkezőjét tesszük, mint a mostani városvezetés, azaz a káosz helyett rendet teremtünk, és élhetővé tesszük újra Budapestet. Ahhoz, hogy ezt a programot megvalósítsuk, a Mi Hazánk mozgalom létrehozott egy tervet, Budapest városvédelmi és városfejlesztési programját, aminek az alapvetései a következő. Szeretnék létrehozni egy városőrséget, egy városi rendőrséget, amelynek a fő feladata, hogy rendőri-járőri szolgálattal, tehát az utcán szolgálatot teljesítve, kiűzze a bűnözést azokról a városrészekről, ahol a legnagyobb a bűnözési fertőzöttség. Ezen felül szeretnénk megszüntetni Budapesten a baloldali közlekedést. A baloldali persze időzőjelben van téve. Azaz, szeretnénk megszüntetni a dugókat, zöld utat szeretnénk adni az autós közlekedésnek. Harmadszor. Szeretnék megoldani a társasházak problémáit. Olyan törvényességi felügyeleti rendszert alakítunk ki, ami garantálja, hogy megszűnjenek a társasházi belső és külső problémák. Szeretnénk ezen felül az egészségügyben olyan reformot végrehajtani,
amely a járóbeteg ellátásban és a szociális ellátásban emberhez méltó körülményeket biztosít. Ehhez is hasonló alapelvek alapján készítettük tehát a programunkat, amelyik napokon belül meg fog jelenni a Mi Hazánk Mozgalom központi honlapján is, amiről külön bejelentést fogunk tenni, hogy mikor történt ez meg. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy a programunk végrehajtása érdekében azt kérem mindenkitől, hogy támogassa a Mi Hazánk jelölteit az egész országban, mint az önkormányzati, mint az Európa Parlamenti választáson. Köszönöm szépen!